Műsorunkban a beledi közmeghallgatáson készített felvételeink második részét láthatják. Egyéb közérdekű témák. Jellemzően itt a jelenlevők szoktak és tudnak kérdezni, ugyanis ez az egyetlen olyan alkalom az év során, amikor a testület olyan ülést tart, amikor a vendégek is kérdezhetnek. Egyébként minden ülésünk nyilvános, tehát a magukra az ülésükre eljöhetnek a polgárok is, de ez egyetlen olyan alkalom a közmeghallgatás, amikor lehet kérdezni. Úgyhogy én most megadom a lehetőséget, illetve megkérdezem a jelenlévőket, hogy van-e olyan felvetőjű kérdésük. Kérdezhetnek polgármestert, képviselőket, nem tudom, jól mondom, jelzőt is kérdezhetik. Tehát itt gyakorlatilag a pulpituson ülőktől kérdezhetnek bármit, és amennyiben tudunk, úgy igyekszünk is válaszolni a kérdésekben. Amennyiben valami kérdés olyan jellegű, hogy nem tudjuk azonnal megválaszolni, hogy a törvény adta kereteken belül, ha jól tudom, 15 nap lehetősége van arra, hogy akkor akár írásban meg tudjuk adni a választ. Akkor kérdezni most, hogy van-e jelenlévőknek valami hozzászólás a kérdése. Gyula, parancsolj! Még szó pár hozzáteszem, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy szólja vagy ne szólja. Mert ugye látszik a jelenlevőkön is az érdeklődésem, hogy mennyire értékelik az emberek azt, hogy amit elmondanak, azt célba talál vagy nem. Én úgy gondolom, hogy sok értelme nincs kérdezni, de azért még egyszer nekifutok és még egyszer próbálkozok vele, aztán lehet, hogy utoljára. Ugye 2 évvel ezelőtt volt egy közmeghallgatás legutoljára, nem most volt. Ugye ott is kicsit többen voltunk, hál' Istennek, mindig kevesebben leszünk. Voltak kérdezők, többek között én is kérdeztem, és a kérdésemnek a lényege akkor az volt, pont az adózással kapcsolatban, mert most a dörgedelmesen ugye kilettek azok oktatva, akik nem fizetnek, de mi van akkor, ha az önkormányzat hibáztat. Feltettem egy kérdést, hogy tudomásomra jutott, hogy az egyik cégnek volt 500 ezer, azaz 500 000 forint adótartozása, és valakinek a hibájából, én tudom, hogy kiéből, ez nem lett behajtva úgy, hogy lehetőség lett volna, mert rá, ahogy a bíróság ugye elutasította az önkormányzat kérelmét elévülés miatt, rá egy hónap múlva, esetleg 2 hónap múlva ez a cég eladott egy 3 000 000 forint értékű ingatlan tehermentesen. Tehát itt valaki nagyot hibázott. Én ezt akkor feltettem a kérdést, akkor nem kaptam választ, és sajnos a mai napig nem kaptam választ. Mint mondottam, én tudom a választ, nem ez bánt engem igazándiból, engem az bánt, hogy kiindulnak, egyiknek se volt ingerenciája arra, hogy megtudja, hogy azért eltűnt 500 000 forint. Ki a felelős, és hogy lehet ezt visszacsinálni, hogy lehet ezt behajtani? Aztán, mikor elkértem a jegyzőkönyvet egy idő után, mert érdekelt volna, hogy a jegyzőkönyv egyáltalán belekerült-e a kérdésem. Hát azt akkor megint megdöbbentem, mert az előbb levázolt kérdés úgy került be a jegyzőkönyvbe, mindjárt szó szerint felolvasom, hogy Horváth Gyula szeretné kérdezni továbbá, hogy a Tadegó Kft. Adóügyei milyen stádiumban vannak. Hát ez volt az én kérdésem. Aztán egyébként erre se válaszoltak, de azért ez furcsa, hogy én azt gondolom, hogy valami miatt így került be ez a kérdés, hogy ne is kelljen bele foglalkozni. Hát ezt nem mondom, hogy kik írták alá, 4-en is aláírták a jegyzőkönyvet, még hitelesítő is volt. Hát ennyire hiteles a jegyzőkönyv. No, tehát... De azért, ha már ennél a közmeghallgatásnál maradunk, ami 2 évvel ezelőtt volt, azért itt voltak felvetések, amire szintén nem nagyon kaptunk választ. Többek között a Pap Márti, most nincs itt, felvetette azt, hogy milyen gyakran kell élveznünk, az idézőjelbe, azt a bűzt, amit a kutyatáp üzemtől feltehetően a falura eresztenek. Én is megerősítettem ezt a tényt, mert valóban is elszenvedője vagyok, ugyanis az én telkem pont
szemben van azzal az átemelővel, aminek valószínűleg a kapacitása már nem bírja el ezt a nagy megterheltetést, és ugye hát akkor olyan válaszokat kaptunk erre. Tehát magát a tényt elfogadta az akkori testület jelenlevő tagjai, és ugye többek között a polgármester úr válaszolta, hogy a szavokkal kapcsolatban visszautasítja, amit a kapuvári villanymérnökség vezetője állít, miszerint az önkormányzat nem partner a probléma megoldásában, hiszen személyesen ő kérte fel Molnár Ritát, hogy menjenek ki az ellenőrzésre a céghez és járjanak utána, mi lenne a megoldás. Na most azóta már a Molnár Rita is elment, de nem tudom, hogy történt-e valami ez ügybe, sőt, emlékezetem szerint, de szerintem akik kint ülnek, azok is emlékeznek rá, rákövetően volt egy testületülés, ahol döntöttek arról, hogy egy flottálót kell készíteni ennek a cégnek, és ha jól emlékszem, akkor még az is rögzítésre került, amennyire egy éven belül nem csinálja meg, akkor valami szankció, ha az összeget csak satszolom, azt hiszem 1 millióról volt szó, hogy az lesz a büntetés. Na most kíváncsi lennék arra, hogy kit érdekelt ez azóta, és hogy ki tud erre válaszolni, hogy hol áll a flottáló, vagy mit lépett a testület ez ügybe, hogy ez a probléma megszűnjön, mert azért nem szűnt meg. Tehát eltelt 2 év, ez a probléma nem szűnt meg. Aztán ezen a gyűlésen volt azért szó másról is. Többek között a Illi vetette fel egy nyugdíj, de emlékszel, mi volt? Már elmondtam az első szót, tehát így már biztos, hogy emlékszel rá. Öregek utólag. Igen, így van, ez az. Tehát maga döntött, egy csodálatos ötlet volt, de a 2 év alatt nem találkoztam ezzel, hogy ez hogy lesz megvalósítva, hogy ezt tárgyalták volna. Most az a gondom nekem, hogy lehet ötletelni, de egy képviselőnek ez másokra is vonatkozik. Tehát nem az a dolga, hogy ötletet ad, hanem azért választotta meg a falu, mert szeretnénk előbbre jutni, és szeretnénk, hogy azok, akik kiindulnak, azok tényleg ötleteljenek, de ne csak az ötletszinték, hanem műjön le, és akkor gondolkodjon egy, milyen feltétele van ennek, amit ő kigondol, van-e lehetőség rá, hogy lehetne pénzt gyűjteni erre, hogy lehetne az emberek, akik igénybe akarják menni, azoknak a pénzét ebbe bevonni, és erről nem hallottam, hozzáteszem, jó ötlet pedig. És ezekkel kellene foglalkozni egyébként, nem olyanokkal, bár jó, ezt a motoromban nem mondom, bár ez is egy kicsit felzaklatott, mikor testületi ülésen azt láttam, hogy egy könyv borítólapja alapján eldöntötte a testület, hogy ez egy csodálatos, egyik képviselőt idézve, történelmi gyöngyszem lesz, és megítéltek szemreben és nélkül X összeget. Mindegy, ez már csak az én véleményem, lehet, hogy nem jól látom a dolgokat. Aztán felvetődött egy másik probléma is még ezen a 2 évvel ezelőtti ülésen, szintén az Illi vetette fel, hogy a fiatalok részére telket kellene kialakítani. Csodálatos ötlet. Tehát maximálisan jónak tartom. Csak megint ott marad a megvalósítás hiánya. Sőt, ugye Horváth úr még azt is ígérte a választások előtt, hogy a téglagyári telken lakópart lesz kialakítva. Emlékszik Téglágy? Ugye nem mondok hülyeséget. Nem, oké. Okay. Jó, rendben. Tehát erről volt szó, hogy ki lesz alakítva. Hát hozzáteszem, hogy erősen nagyon hallottam, bár hozzáteszem, van benne olyan ember, aki a téglagyári területen történő lakópark kialakítását komolyan gondolta, Nyitrai Pistinek hívják például az illetőt, aki nem csak beszélt róla, hanem meg is vett egy darabot belőle. És még hozzáteszem, nem is olyan ördöngős áron, ahogy tudom, meg nem is olyan erőfeszített munkával, mert szerintem 3 telefon után szóltak neki, hogy mehet a pénzzel, és mehet aláírni a szerződést. Tehát nem értem ezt a tehetetlenséget, hogy ott állunk. Hozzáteszem, elment 2-3 év, most már nem azokkal az árakért fogja odaadni a klonda, mert én is érdeklődtem. És mondtam, hogy ebben nem szállunk, mert volt, akiket érdekelt volna ez a befektetés.
Most már nehéz lesz, de nem lehetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a szép meg a jó dolgokról, amik úgy jön, mert igazániból pályázni lehet, ha nyerünk, nyerünk, ha nem nyerünk, nem nyerünk. Jó dolgok ezek, persze hozzáteszem, nem kicsinylem le, de ehhez nem kell egy olyan hatalmas nagy tudás. Tehát ha jön a pénz, elkölteni nem egy olyan ördöngős dolog. Úgyhogy én ezt is így sérelmezem, és kérdésként teszem fel, hogy hogyan tovább tényleg ezekkel a telekügyekkel, mert Belebbe most jelen pillanatban nincs olyan önkormányzati telek, amire érdemes. Lehet, hogy van önkormányzati telek, mert van sok, de amire érdemes lenne építkezni, olyan nincs. De nemrég voltam, nem Veszkény, hanem hol van a Parasztpláza? Vitnyéden egy sorpály után egy ilyen két utca építettek, tele egy gyönyörű csodálatos új házakra, és kérdeztem a srácról, akihez mentem, azt mondja, az önkormányzati telkek, ide jöttünk, itt kaptunk kedvezően telkeket, és építettük a gyönyörű házakat sorba-sorba, valami az Alföldről jött oda a gyerek. Úgyhogy itt egy kicsit megint fáziskérdésben vagyunk, hiába akarunk fiatalokat ide, ha ma Belebbe egy telek, ahogy az önkormányzat ajánlatában láttam, mondjuk az 15 millió forint, amit most el akartok adni. Jól mondom? Nem tudom, mire gondolsz? Hát amit most lerájuk a ki lett alakítva a gyógyszertár mögött. 7000 forint plusz áfa a... Nézetméter ára. Nézetméter, az 15000 forint, 15 millió forint elnézést, 15 millió az forint. Igen. Ugye? Tehát ha azt veszük, hogy ilyen árak vannak Belebbe, akkor ne várjuk el, hogy ha már nem kedvezőbben adnak a fiataloknak telket, ne várjuk el, hogy itt építkezni fognak sorjára. Mert már szerintem 4-5 milliót sem tudnak ki adni ilyen építkezési árak mellett az emberekre, a fiataloknak pláne nem. Tehát ezen tényleg úgy el kell gondolkodni, hogy nem csak ötlet szintén. És hozzáteszem, reális esélyek vannak arra, hogy például a téglagyárnál, területnél jobb, ilyenre biztos, hogy nincs. Csak hát ugye utána kéne járni, és akkor nem úgy kéne, mint a testületi ülésen, a két héttel ezelőtti ülésen, vagy három héttel ezelőtt, a Jakab úr megkérdezte, hogy hogy áll a téglagyár eladásának, hogy ugye nem megkérdezni kell, utána kell járni. Tehát egy testületi tagnak az a dolga, hogy utána járjon dolgoknak. Ha van egy ötlet, utána járok, és úgy ülök le oda, és azt mondom, hogy emberek, voltam ennél, ilyen feltételekkel adják, vagy bontjátok a gyárat, és annak a csökkentett értékével lehet levenni, vagy ők bontják le, de viszont akkor drágában lehet megvenni, mert ezt én megkérdeztem, és ez így van, és lehet tárgyalni velük. Csak hát valakinek az autóba be kell szállni, vagy telefont fel kell venni, ami nagyon nehéz munka, és akkor ezekkel foglalkozni kell. Jó, hát ennyit tehát látszik belőle, hogy amit most elmondtam, hogy mennyire komoly a két évvel ezelőtti közmeghallgatáson elhangzott felvetések. Bár még volt egy, mert még azt elmondom, mert azért még az is volt, tehát a Jakab úrnak volt a kérdés két évvel ezelőtt, hogy mi lesz az a Bartók utcai telekkel, és akkor ígérte, hogy zöldövezet lesz ott kialakítva, ahogy a polgármester is elmondta, és egy valami funkciót szánnak neki. Nem láttam, hogy még akár egy bokrot is ültettek volna. Azt láttam, hogy hál' Istennek a szemét a helyek közel eltűnt, tehát ez már valóban ahhoz képest az állapothoz képest egy megoldás. De ha csak minden évben 20 fát ültetnének el, mondjuk az körülbelül 10 éve van üresen, akkor már lenne ott 200 fa, bármilyen fa. És lehet, hogy nem mindig nekem lenne, hogy egy kis zöld, valóban egy zöld, egy kis erdő. Jó, ezt még ezzel kapcsolatban. Következő. Nemrégiben egy belebbi polgár keresett meg azzal, hogy a testület elutasította a kérelmét a lakás bővítéséhez kért támogatási összeggel kapcsolatban, és odaadta nekem a határozatot, megnéztem, és elsírtam magamat. Mikor elolvastam azt a rendeletet,
amire a testület hivatkozott, ami alapján elutasította, itt van a kezemben egyébként. 8/2016-os rendelet, a lakásépítés, vásárlás és bővítésre nyújtandó helyi támogatás van. Hát 6 éve vagy 5 éve a Szociális Bizottság ebből dolgozik, ebből a rendelet alapján döntenek emberek sorsáról, tragédia. Mindjárt itt a támogatásra jogosultak köre, 2. paragrafus, ez alapján utasították el ennek az embernek a kérelmét, amiben az van, hogy a támogatás igénybevételre jogosult A pont, 40 év alatti házaspár vagy élettárs, B, kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár vagy élettárs, C, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, aki lakást vagy családi házat vásárol, vagy családi házat tetőtér beépít, illetve épít beleden, tehát lakást épít, gondolom, így gondolták. Na most ez az ember, tehát itt eleve a határozatban nem volt az, hogy A pont, B pont vagy C pont alapján utasították el, hanem az volt, mert a 2. paragrafusban foglaltak a figyelemmel. Hát ő egyébként élettársi viszonyban van, és egy kiskorú gyereket nevelnek. Tehát eleve ez alapján, a 2. pont alapján nem lehetett volna utasítani, de utána néztem ezt a rendeletet, és láttam egy olyan, ami az van írva, hogy a támogatás mértéke. 4. paragrafus azt mondja, a képviselőtestület szociális bizottsága átruházott hatáskörében családonként ápon a lakás vásárláshoz, építéshez és bővítéshez legalább 300.000 forint visszanemtérítendő támogatást adhat egy alkalommal. A 2/1 pont támogatás mértékéről beszélünk. Tehát A/1 pont itt. Amennyiben a házaspár mindegyike 40 év alatti, A2 pont, amennyiben a gyermekes családban a szülők kötelezettséggel állnak arra, hogy gyermeküket a beledi óvodába vagy iskolába járatják, az A1-A2 pont esetén az igénylő beledi lakhelyen rendelkeznek, továbbá életvétel szerűen beleden élnek. És akkor itt megállt a tudomány, hogy hogy kerül ez a mértékéhez, akkor most mi van? Mi van? Hogy ki vehet igénybe? Valaki választ tud erre adni? Hogy? Igen, na, figyelem. Mondja, és akkor egy válasz lesz rá. Rosszul olvasta az föl. Mert? Azért már nem 300.000, hanem 500.000. Jaj, ez nem ez a legnagyobb probléma. Ez nem ez a legprobléma. De hámolhatom, hogy folyamatosan valaki abban azt, hogy én véghallgattam. Oké. Akkor ülj le, te hallgass végig. Álva hallgatva. De szállat, akkor fogd már. Na, álva hallgatva. Addig, amíg én beszélek. Kicsit nyugodtan lebeszélünk. A Szociális Bizottsági rendeletben azt szerepel, 500.000 forintot nem ad, adhat. A mértéket maga a Szociális Bizottság dönt el. És azok, ki kap, vagy ki nem kap, nyilván törvényes sajátunk át, már valamilyen dolog nem felel meg, nem tudom, körül van szó. De biztos, hogy nem felel meg valamelyik dolognak. Egyébként mindig el van mondva mindenkinek, hogy amennyivel a Szociális Bizottságnak el kell utasítania, forduljon a képviselőtestülethez. A képviselőtestületnek jóába áll bármihez. Akár ahhoz is, hogy egy ilyen támogatást megítéljen. Aha, tehát ezt most elmondtad, befejezted? Most befejezted. Oké. Jegyződőr, egyetért ezzel? Azt gondolom, hogy a választ megadta. De ön szerinted elfogadható? Hát a választ megkapta, egyébként személyekről nyilván a személyiségi jogok miatt nem beszélhetünk, de a fellebbezési jogorvoslati lehetőség fennállt. Csak volt olyan, ami miatt el lehetett volna, nem az a utasították el, ezért én mondtam neki, hogy ne fellebbezzen, de nem ezzel, nem emiatt, tehát nem emiatt lehetett, emiatt megkaphatta volna, csak most nem mondom meg, hogy mindjárt, de nem amiatt lett elutasítva. Tehát most még egyszer mondom, nem értetted meg a kérdést, nem az összeggel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy kik kaphatnak. Tehát ide le van írva A, B, C pontba, tehát ha még egyszer mondom, érted, hogy én mit kérdeztem? Nem az összeggel van baj, meg azzal se van baj, meg azzal sincs baj, hogy adható vagy nem adható. Köszönjük, például hadd mondja Zoli akkor a választ. Szeretném megadni a választ felvetésedre. Fogalmunk nincs, körül van szó, fogalmunk nincs, hogy belül beszélsz, mondasz valamit. Itt van a kezemben, hogy mit valamit, egyből dolgozunk. Kérül van szó, akkor van a kezemben. Egy kis türelmet kérek, mert a név az maradjon
zártan. Egyébként arról már beszéltünk, mi a Gyula nekem említette. Azt én ismerem. Én a határozatot szeretném látni. Nem, én a rendeletről beszélek. Mert a határozatban aki kifűrődött az ügyintéző kapuvával, az meg, miért köszönták az ötös bizottság? Határozatban beszélek, csak annyira, amilyet átolvastam ezt. No. Tehát nem igazam a határozathoz, mert mondtam a gyereknek, hogy elutasították, de más miatt, úgyhogy nem vereskedjél, mert el fogod veszíteni. Összességében... Miért utasított, vagy miért lett volna... Óriási rossz tanácsokat adtál neki, ne haragudjál, hogy ne fellem. Óriási rossz tanácsokat adtál neki. Pillanat, szeretnék valamit mondani. Nem értesz hozzá. Ha megengedik. Pillanat, Takács úr, nem kapott szót egy pillanat. Ez a dolog, ugye ez már egy fél éves, nekem egyszer említetted, útközben voltam, föl is szóval azt mondtam, hogy a nyilvánosságot talán lesz bele változás. Annyit tudok róla mondani, amit akkor neked is mondtam, hogy régi rendelt, ahogy te is mondtad, 2016-os, jegyző azt, hogy május 3-a óta ül itt ebben a házban, van bőven, volt eddig is dolga, meg még lesz is, és ahogy mondtam neked, ezeket a rendeletet nem csak ezt, az összes rendeletet át fogjuk nézni, nyilvánvaló és használhatóbbá tenni, hogyha fogalmazhatok így, mert nem, tehát a jogalkotó szándéka van arra vonatkozóan, hogy lehessen a legigazságosabban kiválasztani, hogy kikaphat támogatást. Arról szól, lehetséges, hogy azok a pontok nem jól kezelhetők, meg értelmezhetők, mint ahogyan a te értelmezésedben is ez fölvetetted, és biztos igazad van, most ezt nem fogunk erre pontot tenni. Egyet tudok ígérni talán, de majd a jegyzőasszonynak is szót adok, mert mi már beszéltünk arról, hogy nem csak ez, hanem a több más rendeletünk is, beszéltünk a köztisztaságról is, ebtartás, sok minden más rendeletet is úgymond felülvizsgálatra szorul, akár azért, mert az idők változtak, akár azért, mert már lehet, hogy az elkészültekor sem volt úgymond talán teljesen tökéletes rendelet, még talán a kormánytól se jön, ismerjük, hogy van, amikor másnap változik, egy hétből változik, mert amikor valaki ilyet megalkot, lehet az bármilyen okos ember, lehet bármilyen 10 fős szakjogász csapat, még ha te tagja lennél, akkor is lehetséges, hogy csúsznának bele olyan hibák, amiket később észreveszünk, hogy nem jól alkalmazható. Tehát ismétlem át fogjuk nézni ezt a rendeletet is, nem mi testület, majd nyilván meg fogjuk szavazni, hogyha elkészül a szakemberek által, akinek a szakembereknek a jegyzőasszonya vezetője, el fog készülni az új rendelet majd, illetve a módosított, és akkor bízunk benne, hogy egy jobban használható rendeletet fogunk úgymond elfogadni. Tehát ezt tudom mondani, tehát nem kellene, nem kell ezt a vitát most, hogy mondjam. Azért vagyunk, ez nem vita, ez felvetés. De egy témánál ne ragadjunk le. Próbál válaszolni, de nem arra válaszolt, amit ez a rendeletben van. Jó, parancsol, mi mit mondasz, mondjad. Hogy? Még mondjad akkor, mert aztán váltsunk témát. Ez a rendeletben 1001 ilyen van. Például a következő, a támogatás igénybevételnek a feltétele. A rendelet alapján család lakásigénye kielégítés céljához, lakás építéséhez, vásárlásához és bővítéséhez annak adható támogatás, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskori gyermekének lakástulajdonosa vagy ülőlője, ülőtelyke nincs, illetve a tulajdon részarányát az 1/2 nem haladja meg. Hát sokkal van. Hát ha nem lehet tulajdon, akkor hogyan be igényt? Építésre igen, igazadban felé. Egyébként másra nem. Zoli, biztos, hogy már lehet is elfogadható magyarázat. Rendben, erről beszéltem. De egy dolgot tudod neked mondani, hogy innentől kezdve, ha valakinek problémája van ilyen elutasítási ügyben, nyugodtan keresse meg az egy bizottság elnökét, attól próbálja megkérdezni, hogy mi történt, meg attól kérdezze meg, hogy van-e valamiféle jogosítás esetleg. Én ettől féltem, hogy itt erre, itt állnál rá a testület egyik. Ettől féltem. Tehát
Attól függ, hogy össze-vissza beszélt itt. Fogalmunk nincs, hogy miért beszélt, mert nekem fogalmam nincs, hogy miért beszélt. Vádoskodt itt a jobbra, balra. Szeretném ezt a vitát, ha megmentek lezárni, szerintem, ahogy ígértem, ennek a rendeletet... Jó, az én presztisemről van szó. Nincs. Mert egy ember nem ért, hogy miről van szó. De nem is lehet megérteni. Én csak nem értem. Közbeklagatás... Nem, biztos, hogy érti, csak ő nem akar válaszolni. Szerintem semmi nem tégne, hogy elmondaná, hogy egy... Utolsóként jegyzőasszonynak még megadom a szót ebben a témában, aztán arra kérek mindenkit, hogy amit elmond, az legyen lezárása a témának, és ahogy én is ígértem, vissza fogunk erre térni, és majd át fogja alakítani a rendeletet, nem a testület, a testület majd elfogadja az átalakított rendeletet. De még jegyzőasszony, hogyha szeretném mondani hozzá. Ebben a konkrét ügyben, egyrészt nincs annyi ismeret a jelenlévők birtokában, a testület birtokában, a bizottság birtokában, ami alapján most akár itt hozzá tudna szólni. Abban igaza van elnök úrnak, abban az esetben, ha az érintettnek nem volt kedvező a döntés, akkor meghatározott jogorvoslattal élhetett volna, amit nyilván a testület elbírál, elé kerül. Tehát itt most csak úgymond rébuszokba beszélünk, hozunk egy rendeletet példának, tehát nem tudjuk az adott esetet, amit nem is kell itt nyilván a közmeghallgatáson részletezni, mivel hát személyiségi jogokat is érint. Nem ismert az egész ügy, nem tudjuk, hogy mikor történt, én magam sem tudom, de talán a jelenlévők sem tudják, hogy ezek mikori döntések voltak, milyen hatályos rendelet volt akkor, az önkormányzat milyen hatályos, azért mondom, hogy ez egy önkormányzati rendelet, egy kivonata, így most nagyon nehéz erre válaszolni. Nyilván az adott személynek kellett volna, és én is azt gondolom, hogy megvolt a lehetőség rá. Egyébként kárpont az adott személyt belekeverni, egyszer csak a rendeletről kell beszélni. Én nagyon szomorú vagyok, hogy nem a rendeletről beszélünk, hanem az adott személyről. Az adott személy félre van téve. Tehát nincs benne törés, nincs benne akármi, tudomásul vette, nem kapta volna meg ezt a pénzt egyébként. És én teljesen véletlenül néztem ebbe bele. És most teljesen jó indulatulat mondtam el a véleményemet erről. Az, hogy valaki nem érti a testületbe, sem nagyon szomorú, hogy ebből dolgozik, és nem veszi észre azt, hogy ha azt mondom, hogy támogatásra jogosultak köre, van egy kör, utána egy videóin vagy támogatás mértéke, utána megint leírják, hogy kik jogosultak. Köszönöm, Gyula, ne haragudjál, ebben a témában szeretném lezárni, még egyszer ne is. Hát nem szeretném azt, hogy mondjátok, hogy te vagy a hülye barátom. Azt hiszem, hogy az kell legyen kielégítő, amit ebben az ügyben mondtam, hogy át fogjuk nézni, a hivatal át fogja nézni ezt a rendeletet, ahogy mondtam, megyünk sorba, elég sok feladat van. Te is felsoroltál itt 30-at, én mondtam 50-et, nyilván az nem elégített ki, amivel foglalkoztunk, meg nyilván még mindent el sem tudtam mondani, hogy mivel kell foglalkoznunk az év során, de ezzel a témával ez lesz a lépés, és legyen ez ebben a témában zárszó, úgyhogy légy szíves a következő problémára emlegesd. Jó, pedig ebben még van 50 van. Lesz, azt át fogjuk nézni, igen. Oké, rendben. Akkor már csak egy dologról szeretnék beszélni, ami... Válaszoltak egy percbe? Még ehhez? Szeretnék egy percbe válaszolni. Jó, parancsoljon. Lehet, hogy Gyulának a felvetésére már valahogy úgy néz ki, mi vagyunk a hülyék. Nem, én nem látom, de mondom. Hát ezt szóval nem mondtam. Parancsolj, például. De azt mondtam, hogy van egy rossz rendelet. Nincs rossz rendelet. Van egy olyan ember, aki nem tudja értelmezni a rendeletet. Az a probléma, és akkor ideál elénk ilyen domával. Ez a probléma. Én nem tudom értelmezni. Te nem tudod értelmezni. Ezt kikélem magam. Kérem jegyzőkönyvbe belevenni, mert ebből valószínűleg be fogok indítani. Tehát ezt kérem jegyzőkönyvbe, hogy én nem jól értelmezem a rendeletet. És akkor a bíróság eldönti. Én elmondtam neki, hogy elhívtam, hogy elmondta, hogy nem ennyi a bíróság. Köszönöm szépen, akkor a következő témának légy szíves. A következő téma már nagyon egyszerű, mert gyilván mindent elmondtam. Nagyon sok szó esett a jövő évi beruházásokról. Én egyetlen egy dolgot szeretnék nektek javasolni, ez már nem kérdés, hogy engem nagyon elszomorít, hogy a veledi gyerekek közül a legsérülékenyebbek olyan iskolába kénytelenek járni, ahol az udvaron van a WC a 21. században. Ezt azért mondom, mert unokám is oda jár, és ezért nem csak úgy nagy vele dumálok a világot, többször mentem érte, és esőbe, sárba, hóba, hidegbe ezek a szerencsétlen gyerekek, akik hangsúlyozom még egyszer, 6 és 10 éves közöttiek. Nagykabárba, nagykabár nélkül, hóba, jeges esőbe mennek ki,
mínusz 30 fokba a WC-re. Nem lehetne egy folyosót, egy zárt folyosót, nem lehetett volna oda tenni egy zárt folyosót. Egy fából épített folyosónak ma bekerülési értéke szerint, beszélésem szerint 15-20 millió forint körülbelül. Tehát nem egy ördöngös dolog ennek a megvalósítása. Tudom, hogy nem az önkormányzaté ez a dingatlan, lehet rá választani, nem a miém, kösz szépen, de a önök gyerekei, az én unokám jár oda, ami egy kis felelősséget jelent mindnyájunk részére, kívánképp az asztal másik oldalán ülők számára. Úgyhogy érdemes lenne elgondolkodni, hogy ilyen talált pénzekből, mint például a Lukácsinének a házának az eladásából, esetleg nem lehetne ilyenre fordítani, azt, amit ki is lehetne írni rá, hogy Lukács folyosó. Ha már kicsit ironikus akarok lenni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy erre megoldást kéne hamarosan találni, mert ez így nem jó. Ha így volt 50 évig, az nem azt jelenti, hogy még 50 évig így kell lenni. Köszönöm szépen. Van be. Valamik másnak kérdése, összeírnánk, és akkor egybe próbálunk válaszolni. Jó, akkor hát a később még üreszélbe jelölöttek, akkor próbálom sorba venni. Hát igen, Gyula, amiket elég sokat elmondtál, tulajdonképpen majdnem annyit, mint én, csak más jellegűeket. Ha te ülnél az én székemben, mondjam azt, egyébként majdnem ültél, mert egyszer vagy kétszer pályáztál, csak nem lettél polgármester. Nyilván akkor a te gondolataid mentén mennének a dolgok. De igazából ez az idő elmúlt, nem vitatom, jelen pillanatban az én gondolataim mentén, meg a testület gondolatai mentén mennek a dolgok. És lehet itt felsorolni még 200 jó ötletet is, hogy mi az, amit meg kellene valósítani, mind idő és pénz kérdése. Amiket én elmondtam, azok történtek, azok ténylegesek, ezért sem kevés időt és energiát és egyebeket jelent. Utalok arra, hogy a pénzeket, amiket mondasz, nem könnyű egyrésztről megkapni, másrésztről meg, ha megérkeznek, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan költöd el. Azaz, amiben én egyébként a 30 éves pályafutásomban alatt, ugyanis 90-től vagyok képviselő, és azt láttam én belülről, még nem is csak a te székedből, hogy igenis fontos dolog az, hogy ha megvan egy adott összeg, legyen az 1 millió, 10 millió vagy 20 millió forint, nem mindegy, hogy hogyan költöd el, nem mindegy, hogy az adott munka folyamat, beruházás, vagy felújítás, vagy bármi, hogyan történik, milyen mértékben figyel oda rá a gazda, a tulajdonos, a gazda szemével figyelje, és ezáltal mi lesz a végeredmény. Ez nagyon fontos, mert ha nem figyelsz oda, nyilván nem kell mondani, ezt talán te is el tudod fogadni, akkor nem az fog benne születni. Erre én mindig kritikával fordultam a korábbi városvezetéshez. Nyilván én magam idejében ezt a szemléletet próbálom megvalósítani, és én azt gondolom, hogy ez nem kevés eredménnyel jár, és ezt sokan elismerik, nyilván ezt te nem fogod soha elismerni, ezt én tőled már így el is fogadom, nincs ezzel semmi probléma. A konkrét dolgok, amiket felvetettél, azok természetesen mindent meg lehet valósítani, ismétlem az előbbi szavaimat, pénz és idő kérdése. Egyébként telek kialakítás. Nagy kérdés, hogy hova, mi lenne az a terület, ami kapós lenne, úgymond a letelepülni vágyók részéről, de maradjunk a téglagyárnál, szó van, így van a téglagyári területnek a valamilyen módon a megszerzéséről, nyilvánvaló pénzkérdés és tárgyalás kérdés, nem egy telefon, meg nem két telefon, de megoldható. Itt tárgyalunk róla, természetesen még előrelépés nem történt, ezt is meg tudom neked mondani, mert még ott nem tartunk, vagy nem tartottam ott a dologban, hogy ezzel elkezdjek így foglalkozni konkrétan, de nyilvánvalóan meg fog történni, mert erről már beszéltünk, csak várom, én is vártam a megfelelő pillanatot, nem könnyű egyébként, mert jelen pillanatban szerettük volna, hogy úgy mondjam, ezt a telek
vásárlási másik fél részéről, meg eladási lehetőséget szeretünk volna az adó rendeletünk módosításával egy kicsit befolyásolni, illetve előrébb vinni, de mivel nem sikerül most már a második éven az adó mértékét emelni, itt a területadóra gondolok, ezt szándékoztunk, illetve a telekadó, sajnos ez a tervünk, ez megint kútbe esett, ugye hiába hoztuk meg a legutóbbi testületülésünkön, másnap már jött a kormányzati verdikt, hogy 2022-ben is tilos lesz emelni, vagy változtatni az adó mértéken. Bartók Béla út vége, hát az szintén mondhatom azt, hogy egy olyan terület, ami valami majd lesz belőle, de az, hogy leültessek 20 fát, meg megint 20 fát, annak semmi értelmét nem látom, mert ha még nincs komplett koncepció, addig nincs értelme, hogy olyan helyekre, vagy tenni a fákat, hogy később esetleg akadék lesz, és akkor ki meg kell szüntetni, vagy el kell őket, vagy ki kell vágni. Úgyhogy hát így még nem látom értelmét a teáltal javasolt évi 20 fás programnak. Szó volt még a telekárról. Az a telekár, amit emlegettél, az nem kimondottan családi házas terület lenne, úgyhogy amennyiben itt a értelmezésről beszélünk, akkor nem tudom, hogy értelmezted. Ez nem volt kérdés. Jó, akkor az nem kérdés, rendben van, tehát az nem családi házas, az társasházi beépítésű terület lett volna, ami nem egy személyi megvásárlás, hanem egy vállalkozó szintű megvásárlás történne. Ha történne, de egyelőre nem kelt el az adott telek, hogy miért, az ára miatt, vagy mi miatt, azt nem tudjuk, de nyilván a kérdés nyitott, és nyilván ezt még meg fogjuk hirdetni többször is, előbb-utóbb majd csak történik valami. Nem, hogy úgy mondjam, a malmok nem mindig gyorsan örülnek, nem csak nálunk, máshol is. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy valahol valami áll, az nem azt jelenti, hogy örökké állni fog. Lehet ezt a dolgot, a te által emlegetett szót használni, hogy semmi sem történik. Én igenis azt gondolom, hogy történik, és igenis vannak olyan polgárai is a városnak, akik veled ellentétben inkább az a nézetük, hogy igenis sok minden történik. Nem azért, mert most, amit én felsoroltam, hogy csak a jogot emlegessek, nyilvánvalóan nekem az a feladatom, hogy elmondjam, hogy mi, és ezt tekintetjük jónak vagy rossznak. Azt is tudom, hogy mi van még előttünk, csak azt nem szoktam felolvasni, mert akkor annak még hosszabb a sora, és nem azért jöttünk össze, hogy holnap reggelig is itt legyünk. Tehát amik előttünk álló feladatok, azok még évekre meg lesz, hogyha nem történik addig semmi rendkívüli, akkor is találunk tennivalót. Milyen konkrétumot mondtál még? Adótartozásra nem tudok mit válaszolni, az a hivatal dolga lesz. Szerintem jegyzőasszony sem tud erre válaszolni, mert nem az ő idejében történt. És én azt gondolom, hogy ez már amennyire ismerem a magyar helyzetet és valóságot, igen. Ez 18-as ügy, de mi időben történt? Ez egy 18-as ügy? Én azt mondtam, hogy nem adóügy, nem adóügy, még egyszer mondom. Igen. Nem adóügy, mert az adóügy egy dolog, egy csak része. Az, hogy miért veszed el, ez itt a kérdés. Nem az adóügy, az ügyen nincs gond, jött 500.000 forint tartozása, mint ahogy másnak is, csak ott történt valami mulasztás valaki részéről, és elbukta az önkormányzat az 500.000 forintot. Engem ez érdekel, hogy ezt tudjuk-e, hogy mi történt. Ezt is jegyzőkönyvben veszük, és ha igazad van, akkor igazad lesz, ha nem, akkor téged is be lehet perelni, hogy ilyet mondtál, hogy történt olyan mulasztás. Tehát nyilvánvaló, ez olyan történet. Ez tény, hogy a 500.000 forint fennáll, akkor elmondom, mert látszik, én nem vagyok ott, nem ülök ott, de mégis tudom. Tehát fennáll, az informátorai. Tadegónak fennállt a tartozása, késve lett eltűnve a terekre a végrehajtás, az 5 évből kicsúsztat, és a bíróságra ment az adós, és a bíróság elévülés miatt elutasította az önkormányzat kérelmét. Ez a lényege a dolognak. Biztos az Oli nem így látja, de ez a lényege a dolognak. Tehát nem adóügy,
nem ez, nem az, itt egy mulatás történet. Miért történet? Ezért 5 év alatt nem sikerült ezt a pénzt behajtani úgy, hogy volt egy tehermentes telek mellette, beledem még el se kellett volna menni idegen helyre, ami körülbelül 3 millió forintot ért, és el is adták 3 millió forintért. Ezt meg lehet nézni, és ha nem így volt, akkor elmegyek bíróságra, aki oda citál, hogy úgy perelem. De ennek senki nem nézett utána, amikor felvetette, hogy így van-e. Eltelt 2 év, és senki nem nézett utána. Senkit nem érdekel. 500.000 forint. Nem 5 forint, 500.000 forintról beszélünk, emberek. A falu kasszájában az emberektől vette el ezt valaki. Mert elszúrt valami, ami a kötelessége lett volna. És ennek az embernek nem lehetett azt mondani, hogy te öreg, elszúrtad. Tessék, kárt okoztál, kártérítési pert indítunk ellened. Egy olyan nagy dolog ma Magyarországon. Aki valamit elszúr, feleljen érte. És ez a kérdésem lényege nem az, hogy megint Tadek vadőügyeivé érdeklődött. Nem a vadőügyek után érdeklődtem. Jó, köszönöm. Mi volt még? A flotáló kérdezted, meg a szakkérdéseket. Hát nem tudom, nehéz ezt kimondani. Én nem merném, hogy annak a szagdolgoknak nyilvánvaló valahonnan ered, de nyilvánvaló van egy rendszer, aminek azt kezelni kellene, és én ma nem fogom ezt kimondani, meg tegnap sem, meg holnap sem, tegnap sem mondtam ki, meg holnap sem mondom ki, hogy ki a hibás, amikor szagok jönnek. Nyilvánvaló a cég kiengedi ki, van egy kibocsátása, hogy az milyen mértékű, azt figyelik, elvileg a rendszer figyeli, a szennyvíz kezelő szervezet, nevezzük Panovíznek, a rendszere figyeli és mintát vesz és stb. Tehát oda ők tudnak bemenni, ők a szakemberek. Viszont a rendszernek, magának a csatorna rendszernek meg el kellene vinni, és én el tudom képzelni azt is, hogy néha azzal is hiba van, hogy megül a rendszerben, vagy a szivacs, az átemelők nem úgy működnek. Ugyanis amikor vannak ilyen, hál' Isten most utóbbi 2-3 hétben vagy hónapban sem hallottam erről problémát. Talán az idén 2-szer került hozzám ilyen eset. De amikor megjelent a hálózatot működtető cég és a hálózatot nevezzük úgy, hogy kikucolta, vagy kimosatta, stb. Utána megszűnt a történet. Hogy ez az oka, vagy az az oka, hogy a cég viselkedett máshogyan a kibocsátással, nehéz eldönteni, de én nem jelenteném ki ad acta, hogy csak az a cég a hibás, mondom, ezt nehéz így eldönteni. Egyébként maga a flotáló az tényleg úgy van, hogy határidő van rá az elkészülésére, meg egyébként a cég azon felül is akar fejleszteni, ami nem egy egyszerű történet, és bízunk benne, hogy maga a flotáló is, meg a további fejlesztések is majd az irányba fognak menni, hogy ne legyen ilyen bűz, ahogy te mondod. Elviselhetetlen bűz. Én sajnálom, akit ezt meg kell, hogy ezt tapasztalja. Hallottam én is néha több helyről, de nem annyi ez a úgymond ingatlan tulajdonos, nem annyi csapódik le, hogy ezt egyértelműen ki lehessen jelenteni, hogy hogyan és mitől van a probléma konkrétan, tehát nem könnyű ezt megfejteni. Mi volt még? Ez nem menjünk tovább. Igen? Hát nem menjünk tovább, mert megint nem ezt kérdeztem, mert én megint fél. Van egy testületi határozat arról, hogy meg kell építeni ezt a, hogy úgy adjátok át a telket, hogy meg kell építeni a flottálót? Igen. Ez így van. Oké, kérdésem az volt, hogy kész van-e a flottáló egy év után, egy éven belül, vagy nincs kész, és ki lett a szabva a büntetés, mert akkor, ha kiveszem a szabadból, akkor nincs kész, vagy akkor ki lett a szabva a büntetés? Még a határidő sem telt le, tehát még nem telt le a határidő. Tehát... Egy év volt akkor. Nem volt. Azért mondom, hogy felmerül sem tévedés. 2022. májusra jól emlékezem a határidő, amit a széggel megadott. Én egy évre emlékszem, oké. Szóval most még nincs. Még nincs készen, így van. Nincs készen, vagy el se kezdték? Elkezdték.
De elkezdték, de mégis készen. Most már tisztázzuk le, csak tetszik májusig meg kell lenni. Nem? Igen, így van. Jó, utána nézek egyébként meg a kezdőkönyvnek, hogy én egy évben emlékszem. Rendben, nézzük utána, de így van. Jó. Még azért. Szóval elkezdtem mondani, hogy nem biztos, hogy hol van. Van egy 28/2004-es környezetvédelmi kormányrendelet, ami leír teljes mértékben, hogy hogy lehet ipari szennyvizet beengedni lakossági szennyvízrendszerbe. Milyen paramétereknek kell megfelelni, hányszor lett ez megmérve, hogy ennek a paramétereknek, mert egyszerűen akkor kivédeni. Ha a paramétereknek megfelel, akkor nem mondja önvalószínű, csak az a gond, én megint beszéltem szakemberekkel, hogy az áttemelő, ami az én telkem mellett van, az arra készült 30 évvel ezelőtt, hogy a lakossági, az új telep lakossági szennyvízét elviszi. Senki nem gondolt arra, hogy 20 év múlva két nagy üzemet, meg még mit tudom én, miket ráakasztanak erre a rendszerre, amit már ez az áttemelő nem bír el. Tehát nem bír. Nem biztos, hogy ez a tisztítórendszer ez megoldás lesz, mert valószínű maga az a áttemelő rendszer se biztos, hogy olyan kapacitású, aminek most már kéne lenni. Mert akkor jön ez a bűz, amikor több víz, és nem tudja azonnal áttemelni, valószínűleg, ha megemelkedik a szint, nálam is van egy ilyen a hátsó részről, így emelem át, és azért merem ezt mondani, mert én is érzem, amikor följebb jön, nem viszi el, akkor vülösebbak. Én azt is, annak is van, egy picit is áttemelő van. Tehát ha az áttemelő kapacitása nem olyan, akkor valószínű, hogy azt is meg kéne vizsgálni, hogy mi a helyzet, hogy az a mennyiség, amivel nem számoltak, azt most át tudja, vagy nem tudja. De ez önkormányzat feladat, nem a vízügy feladata. Nem az önkormányzat feladata, elmondanám. A kiderítése, rosszul mondtam, a kiderítése, a probléma feltárása és megoldása. Az önkormányzat dolgozik azon, hogy a probléma megoldódjon, és ezeket a cégeket bízza meg azzal, és természetesen a maga kibocsátó köt szerződést a szennyvízkezelővel, és ha a szennyvízkezelő megköti vele ezt a szerződést, akkor az által említett rendelet, tehát ő neki kell figyelembe venni, én abban nyilván nem tudok beleszólni, mint önkormányzat, sőt nem is tudok ahhoz sem hozzájárni, se támogatni, se ellene, hogy az engedélyt megkapja erre vonatkozólag. Tehát ha ők a környezetvédelmi hatósággal egyetértve, mert nyilván ők ezt meg kell ott mutatni, ezt a kapcsolatot és ezt a bebocsátást a rendszerben megengedték, és így működik, ezzel mi önkormányzat nem tudunk mit tenni. Az, hogy a jelenséggel foglalkozunk, természetesen az nem kizárt, és foglalkozunk is, és az említett dolgokat tudtam róla neked elmondani. Nem fogok én itt most szakmai vitába belemenni, mert nem hiszem, hogy mindenki erre kíváncsi, majd ezt külön egy fogadórán nagyon szívesen átbeszélem veled, hogy azért büdös, mert alacsony a szint, vagy azért büdös, mert magas a szint, szerintem ezt majd külön beszéljük meg egymás között, ne itt a nagy plénum előtt, meg a közönség előtt. Tehát folyamatban a történet, és mondom, ez odafigyelés kérdése egyébként, én azt látom, tehát én azt jöttem le itt az eddigi tapasztalatokból, hogy odafigyelés részére, vagy odafigyelés kérdése mind a két fél részéről, mind a kibocsátó, mind a hálózatot üzemeltető részéről is odafigyelés kérdése, hogy az flottul működjön az a dolog, és lehetőleg ne a bűzt érezzük se az utcán, se a lakásokban, mert ott is ugye lehet tettél ilyen helyen. Aztán szó volt itt Töregek otthonáról, könyvről, nem tudom, hogy melyik könyv volt a kritikus, nem tudom, mennyit költöttünk el, de nem szoktunk milliókat költeni könyvekre. És úgy gondolom, hogy optanul, meg alaptanul nem támogatunk olyan kiadványokat, amiket nem tartunk hasznosak, mert nyilvánvalóan egy testület van, ezt eldöntheti, hogy milyen kiadványt támogat néhány százezer forint értékben. Telek. Egyébként még annyit az elekhez, hogy az által említett településeken nem adják ingyen a telket. És itt az a kérdés, hogy mennyi az a telekár, amit hajlandó megfizetni a fiatal. És itt azt a részét próbálom elmondani, hogy egy családi házat építesz, ami 80 vagy 100 négyzetméteres,
annak az építése Belden is 50 millió forintba kerül, meg mondjuk Győrben is 50 millió forintba kerül. De hogyha felépül a családi házat, akkor Belden már másnap nem ér 50 milliót, Győrben meg 70-et ér, mert olyan helyen van. Tehát nem mindegy, hogy az adott költséget milyen területen fekteted be. És nekem, mint önkormányzatnak, hogyha alakítok ki telket, lakótelket, ismétlem ugyanannyiba kerül a telek kialakítás, a közművekkel, az úttal, egyebekkel, mint bármelyik más város kelendőbb vagy felkapottabb városban. De egy felkapottabb városban vagy területen jobban hajlandóak megfizetni az 5 vagy 7 milliós telekárat, mert nem ingyen adják. Kérdés, hogy itt megfizetnék-e? Tehát itt ez a kérdés. És a példát de most itt lezárnám, majd megbeszéljük, hogy mi hogyan van a közgazdasági megközelítése egy elkészült lakóháznak, hogyha Belden épül föl, meg hogyha Győrben épül fel, vagy egy Győrhöz közeli településen. Nem mindegy, hogy hol húzod föl, és másnap mennyit fogod térni, mennyire értékeli a piac. Tehát ilyen szempontok erősen befolyásolják, hogy mennyire érdemes itt, meg hogy lehet telket kialakítani. Természetesen, ahogy mondtam, az említett területen tervezzük, hogy azt valamilyen módon megszerezzük, és akkor az alkalmas, mert fekvésben nagyon jó fekvésű, alkalmas lenne ilyen szempontból a bővülésre. Talán mindent mondtam, de még ha valamit kihagytam volna, akkor figyelmeztes, szerintem mindenre próbáltam valamit mondani, nem válaszolni, valamit mondani, nyilván a válasz az számodra nem feltétlenül kielégítő. De hogy ne csak kettőnk vitájából, vagy a testet és a közted levő vitáról szóljon ez a közmeghallgatás, most megkérdeznék más jellevőket is, hogy van esetleg fölvetni való kérdés. Takács úr! Én Szürátes Bálint vagyok, Takács István. Azt szeretném kérdezni, hogy annak idején a pályázatok útján ez a raklapos, vagy túlolapos akármit nyárt a pályázatba, és azóta semmi eredmény nem volt. Tehát a popok meg minden átvilágtak. Tehát semmit nem dolgoztak azzal a túlolapos anyagra, vagy a géppár. Hát ami... Igen. Mi az, hogy semmi eredmény nem volt? Milyen munkát hiányoz? Hát például az első levázátő, meg minden. Uh-huh. Azt komolyan mondom, na. Értem. Hallottam egy-két helyszínt, amit megneveztél, hogy föl kéne na, ott egy kicsit. De az első levezetés az nem feltétlenül ennek a gépnek a lehetősége. Az egy-két helyszínen nyilvánvalóan odafér, meg hozzá tud nyúlni ott esetlegesen, de leginkább lakossági feladat is lenne. Képviselők részéről nincsenek, akkor amennyiben nincsen. Úgy köszönöm szépen a megjelenteknek a türelmet, a megjelenést, az érdeklődést. Amire sikerült válaszolni, amit nem azt szívesen, ahogy mondtam, folytatjuk akár külön fogadó óra alkalmával. Köszönöm a nézőknek a türelmet, és mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok, és jó készülést az ünnepekre. Köszönöm szépen!